A szabadkai Zorkahelyi közösség lakói saját ügyüknek tekintik a népszavazáson való részvételt, mivel saját bőrükön tapasztalták a migráns áradat következményeit. Itt születtünk, Szabadkán, idevalósiak vagyunk. Az unokákat is úgy neveljük, hogy itt kell maradni, mert ez a mi hazánk, de viszont a Magyarország az az ős haza, és annak most nagyon nagy szüksége van mi ránk, ezért nagyon is azon vagyunk, hogy mi is segítsünk. Remélem, hogy nem csak az én családom, ahol öten szavazunk, hanem minden magyar, aki úgy érzi, hogy magyar, szavazni fog. Az ott lakók biztonsága csak akkor szavatolható, ha ellenőrizni tudják az illetékes szervek a határon beáramló migránsokat. Erről bővebben Fremond Árpád, a VMS köztársasági parlamenti képviselője szólt a helyi közösségben megjelent és témában érdekelt lakosoknak. A tegnapi eset is bizonyítja azt, hogy mennyire nem belügye Magyarországnak az, hogy mi történik itt, hiszen hogyha a migránsok itt fognak feltolódni, hogyha a mi országunk nem tudja megvédeni a saját határait, és nem tudja megfelelően kezelni ezt az egész helyzetet, akkor itt komoly problémákra adhat ez okot az elkövetkező időszakban. Ilyen formában fontos az, hogy igenis mindenki, aki csak teheti, menjen el szavazzon nemmel, és üzenjünk ezzel Brüsszelnek. A magyarországi kvóta referendum nem csak az anyaországot érinti, hanem Szerbiát is, és az itt élő magyarság. Is. Horváth Tíme, a VMS szabadkai szervezetének elnöke az eseményen elmondta, fontos, hogy az embereknek megmaradjon a biztonságérzete saját hazájukban.